fajta együttműködés kiváló. Akár a rendőrségről is, természetesen a polgárőrségről is beszélhetünk. Pap Gábor Hévíz polgármester reméltatta a polgárőrség, valamint a rendőrség hatékony munkáját városunkban. Az önkormányzat dísztermében tartotta ugyanis a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság 2021-es polgárőrzáró értekezletét. A rendezvényen Zala, Somogy, Veszprém és Fejér megye polgárőrszövetségeinek vezető tisztségviselői vettek részt. Ezen kívül az Országos Polgárőrszövetség elnöke is értékelte a balatoni turisztikai szezont. A Balaton biztonsági szempontból 2021 nyarán rendben volt, és azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, amely elsősorban a rendőrségnek köszönhető, de természetesen az itt lévő polgárőr egyesületek is jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a biztonság az megmaradt 2021-ben is, a korábbi évekhez képest tudtuk biztosítani a nyaralók, üdülők és az itt lakóknak a szubjektív biztonságérzetét, a vagyonbiztonságát és az életbiztonságát. Körülbelül 900 polgárőr teljesített szolgálatot idén a Balaton környékén. Több tucat járművezetőt értek tetten, például lejárt műszakival rendelkezőt, de lopott autót is sikerült felderíteniük. 7%-kal csökkent a Balaton környéki bűncselekmények száma is 2021-ben. Önök nélkül rendőrök nem lehetünk volna olyan sikeresek. Idén is június 1-től szeptember 15-éig működött a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság, melynek alapvető célja a régió közrendjének fenntartása mellett növelni az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét. Ebben a rendőrség egyik legfontosabb stratégiai partnere a polgárőrség volt. Én úgy gondolom, hogy ennek a közös együttgondolkodásnak, együttműködésnek meglett az eredménye, hiszen az idejében jóval kevesebb nyomozást rendeltünk el, mint a tavaly évben, illetve csökkent a turisztikai időszakban, korábbi években nagyobb esetszámban ismerté vált betöréses lopásoknak a száma, illetve a gépjármű feltörések száma is jelentős csökkenő tendenciát mutatott. Örülök annak, hogy a négy megyében az a jelentős számú rendezvény, amely megtartásra került ebben a frekventált három hónapban, zökkenőmentesen, zavartalanul lebonyolódott. A rendezvény keretében a megyei polgárőrszövetségek elnökei is értékelték a 2021-es turisztikai szezont. Megalapíthatjuk egy összességében, hogy most az alától beszélni, az alai polgárőr jól látták el a feladatukat, egy eredményes idén zártunk. A rendőrség és a polgárőrség már a nyári szezont megelőzően megtervezte azokat a fő feladatokat, amelyeket közösen hajtanak végre a szezon folyamán. Sikeres idényen vannak túl, teljesítették a kötelezettségüket, ezáltal növelve a régió közbiztonságát, megőrizve turisztikai vonzerejét.